Na, sziasztok, én Alex vagyok, és ma egy új sorozatot elkezdenénk. Ez nem más, mint ez mi sorozat. Szó szerint igazából, ugye ez a Silver Clown fog játszódni. El is mondanám, hogy ez pontosan micsoda. Ugye, mielőtt elmondanám, 50 like után jön a következő rész. Ha szeretnétek még ilyen videót. Sok ember azt mondta, hogy hasznos lenne. Sok ember azt mondta, hogy nem mondták, de sok embernek lehetne hasznos, mert már tudják, hogy ezeket a dolgokat, amiket el akarnék mondani ezekben a videókban, na mindegy. Szóval ezek a videók arról fognak szólni, hogy el fogom mondani, hogy a Silver Clown igazából mit lehet csinálni, mi az, ami tényleg, ami a Silver Clown úgymond szól, mire lehet mondjuk pénzt szerezni, mert ugye tudjátok, hogy három szerveren lehet jelenleg játékpénzes rangokat venni, a Silver Clown, azt hiszem a Combo Fly és ugye még a Full PvP, szóval ez a három szerveren lehet ugye összegyűjteni. Nos, ez igazából csak egy bevezetés a szerveren, hogy pontosan mi is ez, mik vannak rajta, mivel lehet pénzt szerezni, és ugye amikor jönnek majd a többi videók, és látom, hogy tényleg akarjátok ugye ebbe a sorozatból, akkor ugye elmondom pontosan abban a típus dologból, amiket mindjárt felsorolok, hogy igazából hogyan lehet azzal pénzt szerezni könnyen. Szóval, először is, Silver Clown az egy túlélő szerver, ugye olyan nincs, ilyen szerver típus nincsen ugye a implicitén belül, a Silver Clown kívül, lesz majd lassan a Skyblock, ugye. Ugye a szerveren található MOV Arena, található ugye egy nagyon durva piac, szóval tényleg ilyen piacot nem sűrűn lehet látni, szóval akkor ez a piac, hogy valami hihetetlen igazából, nézzétek körül, szóval egy kicsit nagy. It's not just big, it's huge! Huge! Egy kicsit nagy, szóval igaz a Silver Clownnak van szinte az egyik legnagyobb piaca, de tényleg. Aztán lehet ládákat nyitogatni, ugye ilyen cségú ládákat. Ezt viszont update-elni fogom, szóval erről majd megint ebből a sorozatból, tehát ha akarjátok, akkor jön egy következő, majd egy másik videóban el fogom jobban mondani, meg bemutatni az újat, amit eddig terveltem. És ja, szóval ami még találhat ugye a szerveren, az ugye munkák, szóval per jobs, és akkor itt tudtok kezelni, hogy jobs, ugye join, és akkor bányász, vagy favágó, erről is ugye pontosan fogok videót csinálni, ez csak itt egy összefoglaló, hogy mi is ez a Silver Clown, és tudjátok, addig el tudjátok rajta kezdeni játszani. Szóval talált ugye MyPet, ugye a MyPet parancs segítségével tudtok több információt erről szerezni, ott van minden. Ugye a szerveren lehet csinálni ládák, az nem tudom, lehet ugye ládákat csinálni, ahol el tudtok adni hát ugye tárgyakat, ez lehet, hogy egy kicsit update-elve lesz ugye majd, de mindegy, a sorozatban el fogom magyarázni, tényleg. Ugye találtok automata eventek, ez ismét a egész implicitén belül csak itt található, ugye automata eventek szó szerint, szóval itt oldalt ugye a scoreboard helyett ugye szokott random lenni egy kiírás, hogy event ugye join és akkor csatlakozz, ugye azzal tudsz ugye csatlakozni, és akkor ugye csatlakoztok ugye az eventre, és akkor tudtok majd játszani, ugye, tudtok nyereményt kapni, ugye, dollárt, azaz. Na mindegy, a szerveren még talált egy automata fatelep, amit tényleg ritkán lehet találni bármelyik szerveren. Szóval itt van automata fa event, na, fatelep. Szóval ezeket megnyomjátok, ugye sok ember nem tudja, hogy mit csinálnak ezek a gombok, azt csinálják, ugye ez mind ki lesz táblázva, mondom, most fogom feldobni a Silver Clownot még jobban, azért is akarom ezeket a videókat csinálni, hogy segítsek az embereknek. Szóval, igen, automatán visszarakja, és akkor nem kell mindig egy staffnak szólni, hogy jaj, rakjad már vissza, blablabla, bla, bla, meg ez szerintem sokkal jobban néz ki, mint egy kocka, fa, nem tudom, micsoda. Ez szerintem sokkal jobban néz ki igazából, jobban beleillik ide a természetbe. Ugye a szerveren talált egy pervark vadon, fogod, idejössz, ugye ezt majd ugye újra fogjuk megint restartolni, erről majd ugye írunk Facebookon posztot, meg ilyesmi, és akkor majd megcsinálunk egy nagyon nagy vadont, és akkor nem lesz ilyen gyorsan, most nem tudom szépen megfogalmazni, szétbassza, szóval igen. Ugye itt egy random TP, ha rányomtok, akkor random el lesztek TP-zve, szó szerint.
Szerverem még talált ugye mérföld kövek, itt van mérföld kövek, és akkor lista, és akkor meg tudjátok itt összes ugye mérföld követ nézni, ugye ez is update-elve lesz, egy nagyon új rendszerrel, szóval mondom, minden dologról, ami itt található, mondtam eddig, lesz egy külön videó. Ugye a szerver még le lehet védeni területeket, le lehet ládákat védeni, ilyeneket, ugye ez mind tényleg ilyen levédés kategóriába megy, úgymond. Ugye ez jelenleg ki van írva a szerveren, de ha kell, akkor csinálok persze róla a videót, és fogok is, ugye, ebből a sorozatban. Szóval tényleg ebben a sorozatban mindent be szeretnék mutatni, ami a szíveklavon van, mert tényleg nagyon sok ember nem tudja, hogy ez mi ez a szerver, szóval igen. Persze meg le is lesznek írva, ugye, de hát szerintem egy videót megnézni és több információt megtudni abból, mint ugye a leírtakból, szerintem jobb. Ugye a szerveren található egy elég durva spawner rendszer, ugye, amit ismét változtatni fogunk, szóval nagyon sok update várható a szíveklavon, tényleg érdemes megvárni, itt tényleg annyi spawner típus van, meg ugye amikor beírtak, hogy per spawner, és akkor set mondjuk, vagy ott van járlista inkább, ugye itt minden, tényleg itt minden, ennyi spawner tudtok állítani, ugye, itt, amit lehet látni. Szóval, igen, kicsit durva. Ugye a szerver még talált egy bankrendszer, ami hát ugye itt a bankháznál semmi nem talált, nem tudom miért tettem ide, de mindegy, ha erről beszélek, akkor legyek már itt. Szóval a szerver ugye talált egy ilyen bankrendszer, hogyha fent vagytok ugye 15 percet, akkor kaptok azt hiszem 1500 dollárt, ha jól emlékszem, de lehet ez változni fog, vagy 2000 dollárt, valami ilyesmit kaptok 15 percenként. És ez igazából csak azért jó, mert megéri fent lenni szó szerint. Szóval igen. Ugye a másik dolog, amit most kérdeznek Helpobba is, ugye, hogy hogyan lehet megtudni, hogy melyik rang mit tud, ugye beírtak, hogy per rang, ugye én is úgy tudtam, hogy per rangok, de simán rang, ugye, és itt szó szerint minden ki van írva, ugye ott képességek és ott van a lista, szóval nagyon menő. Ugye találhatok kitek is a szerveren, ugye kicsi segítség, de ez kicsit módosítva lesz, ugye. Nem tudom még pontosan, hogy ezt hogy kell érteni, de mindenképp szeretném módosítani, pár dolgot belerakni, meg pár dolgot kivenni. Biztos van még valami a szerveren, amit kifelejtettem itt gyorsan, de hát tényleg nagyon sok dolog van a szerveren, elképesztő mennyiségű. Például mit én meghalsz, akkor ott lesz egy hulla, ahol meghaltál, nem tudom mennyi percig, ha jól tudom 10 vagy 15, nem tudom, valami ilyesmi. Mondom, ezekről egy külön videót fogok csinálni, és tényleg full információt el fogok mindenről ugye mondani, és tényleg akkor megtudtok mindent róla. Ha meg akkor update-elve lesz az a dolog, akkor ugye csinálok egy új videót, és akkor elmondom megint, és addig fogom csinálni videót, ameddig nem hagyom abba az update-eket. És ja, igazából ennyit tudtam úgymond elmondani, tényleg így alapvetően ugye a szerverről, hogy mit lehet csinálni, vagy ilyes, ugye van Nether, van vadon, ilyesmi, van telkek, tényleg azt ki is felejtettem, szóval ezek mind megtalálhatók, ugye, és most ugye, most ugye be fog még jönni egy csomó update, szóval ezeket lehet várni, küldetések, még ugye ezek be fognak jönni a mérföldkövek mellé, ugye. Na mindegy, köszönöm, hogy itt voltatok, várom akkor a visszajelzést, hogy mit, hát szerintetek, hogy érdemes ez a sorozat, ugye, mert kezdőket tényleg nagyon tudná segíteni, ugye, meg még talán a profikat is, akik mondjuk nagyon sok ide játszanak a szerveren. Szóval igen, köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor majd találkozunk akkor ebbe a sorozatba. Nem kell félreérteni, nem csak ez a videó lesz, mert lehet, hogy valaki félreértette, hanem ez egy új sorozat, úgymond, ami segíti a játékosokat. Szóval, iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, és akkor olyan 50-60 lájk körül tudom, hogy tényleg érdemes folytatni. Na, sziasztok!